Január 27-ét az Egyesült Nemzetek Szövetségének közgyűlése 2005-ben nyilvánította a holokauszt áldozatainak nemzetközi napjává. Auschwitz és Birkenau haláltáborai felszabadulásának 77. évfordulója alkalmával egy perces néma felállással adóztak a testület tagjai és az ülésen jelenlévők az elhunyt áldozatok emlékének. Ezt követően a napirendi pontok megtárgyalására tért a testület, amelynek első pontja a 2023. évi költségvetési kitekintő határozat meghozatalára tett javaslat volt, amely egyhangulag került elfogadásra. Ezt követően a karcagvárosi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló renderet tervezett javaslatát tárgyalta a testület, amely közmeghallgatással együtt került megvitatásra. Ennek során az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői kizárólag a költségvetéshez kapcsolódóan közérdekű kérdést, javaslatot tehettek 5 perces időkorlátozással. A közmeghallgatás keretében a nem költségvetéssel kapcsolatos kérdésekre is választ kaptak a kérdező érdeklődők. Harmadik napirendi pont a karcagi tankerületi központnak a karcagi általános iskolák felvételi körzetére tett tervezetének véleményezésére tett javaslat volt. A karcagi tankerületi központ véleményezésre megküldte a 2023-2024-es tanévre vonatkozó felvételi körzet kijelölésének tervezetét, amely összhangban van a karcagi városi önkormányzat képviselőtestületének a karcagi általános iskolák felvételi körzeteiről kialakított 225/2022-es határozatával. Ennek megfelelően a napirendi pont egyhangulag elfogadásra került. Negyedik napirendi pontként a karcagvárosi önkormányzat, valamint a Berekfürdő községi önkormányzat közötti köztemető fenntartására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére tett javaslat került megtárgyalásra. Tekintettel arra, hogy karcagváros területén önkormányzati tulajdonú temető nincs, így az önkormányzati törvényben, illetve a temetőkről és temetkezésekről szóló törvényben meghatározott köztemető fenntartására vonatkozó jogszabályok való megfelelés érdekében szükséges a Berekfürdő községi önkormányzatával együttműködési és erre vonatkozóan köztemetői fenntartási megállapodást kötni. A két település közötti jó kapcsolat miatt akadályban nem ütközik ennek a megvalósítása, így a napirendi pont ennek megfelelően szintén egyhangulag került elfogadásra.